1,3 millió ingyenes védőoltás van a házi orvosoknál. Ezeket a kockázati csoportokba tartozók kaphatják meg. Így például a várandós kismamák, a cukorbetegek, a szívérrendszeri betegségben szenvedők. Emellett minden 60 év feletti jogosult az ingyenes védőoltásra. Sajnos nagyon kevesen oltatják be magat az influenza elleni védőoltással, aki pedig nem ingyenesen jogosult, az is két 3 ezer forintos áron beoltathatta volna magát. Az influenza elleni védőoltás soha nem késő, de a legjobb elkezdeni október-novemberben vagy decemberben. Tehát mindenképpen mielőtt még az influenza járvány ideér és megjelenik a rendelőkben, megjelenik az influenza járvány, az előtt kell az oltást elvégezni. Az influenza védőoltásokkal kapcsolatban még mindig sok az alaptalan tévhit. Van, aki attól fél, hogy pont a vakcina hatására fog megbetegedni. Saját magam példájával jövök elő, minden évben beoltatom magamat, és nem, szokott, nem szoktam influenzás lenni. Soha el ne javájuk, persze, mert tudni kell azért, hogy egy védőoltás se száz százalékban véd, de még egyszer hangsúlyozom, a védőoltásnak káros hatása nincs, csak előnye. A védőoltások a 20-21. század legfontosabb vívmányai segítségével, segítségükkel súlyos betegségek előzhetők meg, és hogyha megfelelő átoltottságot érünk el, akkor pedig betegségek eltűnhetnek. Az influenza nem veszélytelen szövődményei miatt a megbetegedés súlyosá, sőt bizonyos esetekben életveszélyesé válhat. Nem tartják elég veszélyes betegségnek. Azt gondolják, hogy ezt könnyű átvészelni, pedig szövődménymentesen is 4-5 napig akár 39-40 fokos lázzal járhat ez a betegség, és nagyon megviseli a szervezetet ez a kisgyerekkortól az időskorig. Azt tudni kell, hogy az influenza védőoltás már 6 hónapos korban beoltható. Az ennél alacsonyabb korosztályt pedig úgy tudjuk megvédeni, hogy a környezetét oltjuk be. De 6 hónapos kortól már ez adható, megvannak a megfelelő védőoltások, tehát én azt gondolom, hogy a következő szezonban igenis időben el kell kezdeni magunkat beoltani, beoltatni. Múzsai doktor azt is elmondta, hogy úgy tapasztalja az elmúlt napokban, az idei influenza szezon lecsengőben van, és a megbetegedések száma csökken.